örökmozgó gyerek voltam, és hát az általános iskolában én kosaraztam, és onnan nyergeltem át lényegében az öttusába, de hát ugyanúgy, mint ahogy most is a gyerekeket úszással tanítják, én is így lényegében az úszással kezdtem, ugye megtanultam úszni, kicsit később, mint 13 évesen tanultam meg, úgyhogy még a mostaniak 7-8 évesen már nagyon-nagyon ügyesek, nagyon sokat játszanak a vízbe. Én ezt egy kicsit későbbre tettem, úgyhogy nekem ez a játék része kimaradt rögtön, és hát egyből belecsaptunk a közepébe, és így kezdtem, és így vágtam bele a sportba. Még egy másik sportágnál, ahol egy számot űznek a gyerekek, ott az a fontos, hogy minél előbb elkezdjék, nálunk egy kicsivel később. Tehát ha valaki egy kicsit korábban is kezdi, akkor nagyon sok a játékos része, ebből a szempontból nagyon is szeretik a gyerekek. Rengeteget tudnak játszani, ügyességi, képességi fejlesztéseket tudnak csinálni. Úgyhogy én azt mondom, hogy ebből a szempontból mindenképpen egy szerencsés sportágunk van. Ráadásul nem is annyira unalmas, hiszen az öt sportág, most, hogyha úgy nézzük, akkor négy. De öt sportágról beszélünk, tehát nagy a változatosság. Van egy lövészetünk és egy futásunk, amit, hogyha azt úgy egy szempontból nézem, akkor két sportág, ha egy másik szempontból nézem, akkor viszont egy, mert a szabályváltozások szerint ez egy kombinált szám lett, és futás közben lőnek, tehát megállnak végül is a futópálya egy kijelölt részén, ahol ott a lőtér, ott felkapják lényegében egy külső szemlélőnek, ha azt hiszem, felkapják a fegyvereket, lelövik az öt találatot, és amikor kigyulladt az öt találatjelző, akkor a zöld találatjelző, akkor tovább futhatnak és futnak egy újabb 800 métert. Egy fiatal gyereknél, fiúnál, kislánynál az a lényeg, hogy szeresse magát, azt a sportágat, amit csinál, szeresse az edzőjét, szeresse a légkört, ahol van. Ez már egy alap és egy nagyon jó kiinduló pont arra, hogy későbbiekben megmaradhasson öttusázónak. Az egy külön dolog, hogyha szereti és várja esetleg azt, hogy tudjon, hogy mikor tud elkezdeni lőni, mikor tud elkezdeni vívni és mikor tud elkezdeni lovagolni. Sokrétűséget, azt a megújulást, amit hozhat ugye számról számra, hogy meg kell újulni egy versenyzőnek, ezt a mindennapi életben mindenképpen nagyon jól át lehet ültetni, és egy nagyon hasznos dolog lenne egy gyereknek későbbiekben, hogy felnőtté váljon. Az öttusáknak az egyik szépsége, hogy ami miatt nagyon sokszor nem is szeretnek minket, hogy nem kell egy sportágban kimagaslót nyújtani, hanem itt az öt sportágban kell azért egy viszonylagosan jó eredményt nyújtani. Tehát itt jó az, hogyha valaki mindenben egy jó, mint az, hogy egyben kimagaslót. Nálunk ez nem kell, hála égnek, úgyhogy ebből a szempontból is szerencsésebbek vagyunk.